Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit Barostelep megállóhelyről. Itt még nem jártam, vagy legalábbis nem mostanában. Úgyhogy akkor bemutatom nektek ezt a kis megállóhelyet, ami egyébként 2010-es évek elején valamikor épült. Így gyakorlatilag így, hát nem mondom, hogy a semmi közepén, mert nézzétek, melyiket itt lehet feljönni. Nagy Tétény Diós felől jöttem egyébként. Tehát itt azért vannak lakóházak. Tehát nem mondhatni, hogy a semmi közepén van, tehát mondhatni, hogy volt is létjogosultsága, de olyan szempontból azért kiesik így a központból, hogy nagyon nincsen szem előtt. És ebből voltak a problémák régebben is, de majd mutatom. Az látszik, hogy itt van a peron végig, a túloldalt. Szintén és egy sima labirint korláttal lehet ugye a két peron között átmenni. Ugye hát az a hagyományos EU-s felújítás van, a egyenvi a koloros peron. És van már digitális kijelző, ami az érdekes, mert annól, mikor ezt megépítették, szintén akkori modern technikának számító dolgokkal csinálták, hogy volt digitális kijelző, megjelent a totemoszlop is, amin a induló érkező vonatok működtek. Viszont, mivel nem volt térfigyelő kamera, egyébként most ott látszik, hogy van. Tehát hangos bemondás is van, elvileg legalábbis a megafonok kint vannak. Meg van térfigyelő kamera is most már, szerencsére. Tehát akkor még átadták úgy, hogy nem volt, és mivel eléggé kim van itt meg nincsen szem előtt, ráadásul az ajvédőfal még az autópálya mellől is eltakarja, a lakóházak felől is. Gyakorlatilag egy éven belül szétvertek mindent. Szétverték a várótermet, szétverték a digitális kijelzőt, és akkor sokáig így nem volt, meg itt volt lepusztulva. Szétgrafitizve, szétszemetelve, agyonrongálva. És ahhoz képest most úgy látom, hogy egész szépen rendbe hozták. Hát igen, itt van, hogy 14:41-kor fog jönni az S40-es. Azzal fogok elmenni. Szóval én mondom, hogy mégis sokat kell várni a vonatra, így Diósnál is láttam, tehát akkor már belefér az, hogy akkor áttekertem ide. Peronnak az egy része fedett, és ahogy látjátok, itt kint is van a piktogram, hogy kamerával megfigyel terület. Remélhetőleg ez így is van, bár azért filkálások nyomai az még itt is felelhetőek. Már lehet, hogy az régebb óta maradt itt, hogy ezt nem takarították, de csak a kijelzőket helyezték ki. Ugye a következő rekonstrukció az akkor volt, amikor a 40-es vonalat felújították. Van kirakva szemetes, remélhetőleg az utazóközönség használja is, és még ürítik is rendszeresen. Ott van a totemoszlop, a túloldalt már látszik. De valószínűleg itt is van, mindjárt megnézzük. A szokásos menetrendi mezők kim vannak, ami ugye kötelező is a papír alapú menetrend. És itt van a totemoszlop, és működik is. És itt 59-kor fog jönni egy E43-as, az még nekem jobb is lenne. Úgyhogy lehet, hogy elmegyek még egy megállót és felszállok rá a következőnél. Ami egyébként Budatétény lenne, ami a Kampurnának a megállója. Ott egyébként a felújítás nem sikerült túl jól, mert arrébb csúsztatták a peront a buszpályaudvartól, meg a Kampurna bejáratától is. És még a lifteket sem javították meg. Mondjuk itt meg eleve nem is volt meg, ami feltűnt itt, hogy például egy kiadó automata sincsen. Mindjárt megnézem, hogy a G43-asabb, bár aztán Budatéténynél megáll, és ennyi időt át is élek. Úgyhogy majd lehet, hogy onnan is lesz egy bejelentkezés, de ez így most hirtelen ennyi volt. Barostelep, egyébként itt úgy tűnik, hogy van egy aluljáró is itt az autópálya alatt, át lehet menni a túloldalra is, de hát nekem most semmi dolgom nincsen. Úgyhogy ez egy kis rögtönzött videó volt innen Barostelepről. És akkor, hogyha úgy alakul, akkor még átbiciklizek Budatéténybe, és ott fogok vonatra szállni. Sziasztok!